Tonhalas szendvics teával 10 óra íznak a felsőrsi óvodások. Miután pedig jól laktak, jöhet a játék. A Miska óvoda tavaly új épületegységgel bővült, a tetőre pedig napelemes kollektorok kerültek. Jelenleg 84-en járnak az intézménybe, többségük felsőrsi. A gyerekek azonban nem csak játszani szeretnek, hanem minden olyan eseményen részt venni, ami a környezettel kapcsolatos. A középső csoportosok nemrégiben borsót ültettek, bízva abban, hogy az hamarosan kikel. Kimentünk a kertbe, ónénik felkapálták a földet, tettünk bele borsot, betemettük, megrocsoljuk, és várom, hogy kinőjön. De nem kellett félteni a kis csoportosokat sem, ők paradicsomot ültettek. A palánta már elkezdett fejlődni, hamarosan pedig kiültetik a kis kertbe. Elültettük a mágot, és utána betemettük, megöntöztük, ezt kikájtam meg. Nagy Zsuzsanna az intézmény vezetője örömmel újságolta, hogy a gyerekek sok zöldséget termesztenek. A borsó és paradicsomon kívül a padlizsánt és a tököt is előnyben részesítik. Ezeket az ízletes zöldségeket pedig az óvoda konyhájába viszik majd. Fontosnak tartják a komposztálást is, ezért is helyeztek ki az óvoda udvarába egy komposztálót. Nemrégiben pedig zöld óvoda címet kaptak. Múlt év szeptemberében indultunk ezen a pályázaton, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelési Minisztérium által megbízott mezőgazdasági múzeum hirdetett meg, amelynek célja, hogy az óvodás korosztály egy tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön, amit mi is nagyon fontosnak tartunk. A zöld óvoda cím a kritériumrendszer alapján a 3 éves periódus végén újabb pályázat útján ismét megszerezhető. A címet harmadszor elnyert sikeres pályázók örökös zöld óvoda címet kapnak, mely visszavonásig érvényes. Az óvodával kapcsolatos hír még, hogy tavaly év végén a Belügyminisztérium 28 millió forintos pályázati támogatást biztosított az önkormányzatnak. Mára a tető héjazata, az ehhez kapcsolódó csővízlevezető és villámhárító rendszer és a nyílászárok annyira elavultak, hogy cseréjük szükségessé vált. Ezek mellett az épület vizesedő, északi falának dréncsövezése és a nagy csoport akusztikus álmennyezetének kiépítése is megtörténhet.